Fotósként laptop, vagy inkább PC? Fix munkállomás, vagy inkább a hordozhatóság, ami fontos? Több mint két és fél hetet Hollandiában töltöttünk, ott is szerettem volna haladni a munkáimmal, nem pedig otthonra hagyni mindent. Így két külön fotósoknak és videósoknak kifejlesztett Asus laptopot teszteltem ez idő alatt, hogy milyen több hetet az otthoni kényelmes PC nélkül dolgozni. De nem csak többetes külföldi utak esetén jön jól egy laptop, amin tényleg lehet dolgozni, hanem mondjuk van egy fotózásunk kezd helyen. Az másfél óra Budapesttől, körülbelül, oda-vissza három óra, és ha nem én vezetek, akkor ezt a három órát tudnám hasznosítani, e-mailekre válasz, válaszolok, kurzusokkal foglalkozok, akár néhány kép retusálási módosításait elvégzem, vagy sokszor előfordul, hogy ha van egy egész napos fotózásunk, de naplementére ott maradunk, de mondjuk most nyáron, ha mondjuk 8-kor megy le a nap, akkor mondjuk 5-6 fele végzünk, és van egy gap egy két-három óra, amikor nem igazán tudunk mit csinálni. Itt már számtalanszor láthatatok ülni, ez a munkállomásom, a fő monitorom, az egy karra van felszerelve, ami azt jelenti, hogy ez forgatható, a magassága is állítható, ezen szoktam mindig retusálni, és van egy B-monitor, ami egy ASUS, ami nincs karra felszerelve, itt szokott menni mondjuk egy videó, egy podcast, vagy Gmail van esetleg, ha éppen e-mail bár az ritka, vagy éppen képek vannak a jobb oldalon, és akkor jobbról húzom be bal oldalra, ha éppen valami hiányzik, és akkor nagyon jól megvan oszt a munka fölött. És nagyon jól hozzászoktam ahhoz, hogy leülök egy kis kényelmes székembe, kiúzom a billentyűzetet, az egeret, és így. Szerintem érzitek ti is, hogy mennyire komfortos vagyok, hogy mennyire jó egyébként itt euh, dolgozni. Viszont ha szeretnétek tudni, hogy pontosan milyen konfigurációra dolgozom, mi van ott lent a dobozban, akkor készítettem még nagyjából egy évvel ezelőtt külön erre dedikált videót, ezt ide kattintva el is érhetitek. Fotósként egyre többet kezdtem használni a laptopomat, úgyhogy kialakítottam ezt a munkállomást magamnak, ami egy álló munkállomás, és gondoltam, mennyire jó lesz, ha állva szeretnék én dolgozni, nem csak ülve, akkor felhajtom itt a laptopomat, és akkor már is tudok dolgozni, és ezt láttam több nagy tekóriásnál is, hogy a dolgozók mondjuk például futópad van alattuk, és akkor közben sétálnak, és akkor úgy tudnak dolgozni. Viszont ez a nyaki csigolyáknak nem biztos, hogy nagyon jót tesz, ha én, én konkrétan ugye így lefele nézek. Persze lehet kapni a laptopok az ilyen emelőt is, amikor nagyjából ilyen magasságba emeli a laptopot, ilyen kis állvány, és azzal a probléma szerintem ez nagyjából kis lenne védve. De hát nekem annyira kényelmes ott ülni, és nagyjából ott szemmagasságban van ugye a monitor is, hogy nem nagyon, nincs nagyon kedvem ezen kívül máshol dolgozni. Ugye a legelső szempont szerintem a méret, és ez az első laptop, ez az Asus VivoBook, amit van most mellettem, meg is mutatom ennek egyébként a méretét. Tehát hogy a fejemhez képest ezt látjátok, hogy hát nagyon pici de a kismérete és a könnyű súly ellenére a teljesítménye is rendben van, h Intel Proci, és dedikált Nvidia grafikus kártya RTX 3050-es van benne, ami bőven elég ahhoz, hogy a fotókat retusáljuk. Persze, ha valaki videókat akar Da Vinci be vagy Premiere-be vágni, és azok 4 meg 8 kásak, lehet, hogy egy proxy egyébként jól fog jönni, de szerintem egy alap basic használatra több, mint elég de valakinek ennél is nagyobb teljesítményre lenne szüksége, annak pedig ott van az asus a stúdióbukja, amit fogok magammal elvinni Hollandiába, mert gondolkoztam, hogy ez olyan pici, olyan könnyű, ez mondjuk a repülőn nagyon jól tudok vele haladni, de mivel egy helyen leszünk szinte majdnem végig másfél hétig, egy asztal oda lerakom, az egy 17 szoros stúdióbuk, arról lesz szó nem sokára még a videóban Hollandiából, a ViewBook-nak a kijelzőnek a mérete, pontosabban az átlója az 14 szó, amit először, amikor megláttam a paramétereknél, fú, hát ez nagyon kicsi. De ahogy dolgoztam vele, és hogy elkezdtem használni, a nagy felbontás miatt, és a 16-10-es oldalarány miatt, nem 16 es nem tűnt kicsinek, ráadásul én 27 szoros monitorokon dolgozom itthon, tehát amikor egy kicsit kapok, akkor azonnal érzem a különbséget, és amikor visszamegyek a nagyra, akkor érzem, hogy na, hazatértem, és ez mennyivel kényelmesebb. De amikor ezen haladok, akkor nem érzem azt, hogy ne lenne elég munkafelületem, ráadásul a felbontás is. 2880x1800 a felbontása. Én nem érzem azt ez a monitoron, hogy kicsi. Mondom, azután, hogy 27 szoros monitorokon dolgozom, úgy érzem, hogy ezen is egyébként kényelmesen el tudok férni, tudok retusálni, és tudok videókat vágni. Az előző felvételt visszanézve látom, hogy mennyire jól néz hogy a fejemből kinő a halhatatlan virág itt mögöttem a szekrény tetején. Most már így marad? Ami engem különösen érdekel mind a két laptopban, az az Asus Dial forgóvezérlő, ami ebben a laptopban a vivobook elektronikus, amit itt tudok előhozni, és különböző opciókat tudok állítani ezen a forgóvezérlőn. Ezt le kell teszteljem, több napot kell használjam, valószínűleg Hollandiában, erről már többet fogok tudni nektek mondani. A stúdióbukban ez mechanikus, tehát egy külön egység van erre, itt pedig elektronikus a touchpadba van beépítve és bármennyire is tetszik most nekem az asus a Viva bukja, a könnyedség, a kicsi mérete, de mégis az a munkafelülete, amin úgy érzem, hogy jól elférek, és a vékony pereme, én kintre mégis a nehezebb 17-szoros stúdióbukot fogom magammal kivédni. itt Hollandiában most már egy hete használom a laptopot, és nagyjából ennyi időt szerettem volna várni azzal, hogy reprezentatívan meg tudjam veletek osztani a tapasztalataimat, hogy ne csak egy napot legyen nálam egy laptop, hanem valóban egy héten keresztül 10 órát folyamatosan erről dolgozok, kezdjen a munkállomásom, innen érjem el az otthoni fotóimat, innen vágjak videót, és akkor így sokkal több mindent tudok megosztani veletek, ami a laptopos munkállomás és a laptopos fotós felhasználás illetően egyébként releváns lehet. A legelső fontos információ, amit nyilván érdekel titeket, az az akkumulátor üzemidő. A VivoBooknak 63 watt per óra, ennek a StudioBooknak pedig 96 watt per óra, és mindenki azt ilyenkor, hogy hát de Gergő, hát mennyit bír az akkumulátor? Egy óra, 2 óra, három óra? És amikor megadják egy gyártók általában, mint a, a elektromos autóknál is, azért túl szokták becsülni egyébként ezt, és Nyilván az a szám, amit mondanak gyárilag, az általában a legjobb esetet feltételezi. Nyilván, ha vágtok, fotót retusáltok, és jobban kihasználtak a számítógépnek a teljesítményét, akkor sokkal gyorsabban fog merülni a laptop. Tehát érdemes tesztelni mindenkinek, hogy mégis az ő felhasználása mellett mennyire merül. Például videót vágok, akkor én azt tapasztaltam a stúdióbök esetén, nagyjából két és fél órát bír az akkumulátor, de fontos, hogy kettő darab kamerás, négykás k felvételről beszélünk premier -re és nagyjából ez ilyen két és fél órát bírt, viszont ha, hogy is mondjam, irodai felhasználás, esetén pedig ilyen négy kötőjel öt óra, attól fog, hogy milyen fényerőn és hogyan használjuk, nekem ez a tapasztalatom. Ha belemegyek a ProArt Creator Hubba, akkor a laptopot itt jobban személyre tudom szabni, például van három darab mód, ahol át lehet kapcsolni a laptopot, de úgy látom, hogy automatikusan is átkapcsolja, ha úgy érzi a laptop hát most, hogy ki van használva a teljesítménye. Itt van a performance mód. Általában a videót vágtam, úgy tapasztaltam, hogy ide kapcsolja át, viszont ha a full speed módot bekapcsolom, akkor olyan, mintha hát felszállna a számítógép. Na jó, Visszakapcsoljuk standard módba. Itt a mutatójamnál a touchpadtól balra felfele az Asus diát látjátok, magyarul forgó vezérlőt, ami arra jó, hogy különböző szoftvereknél be tudtok különböző funkciókat programozni magatoknak, mutatom majd Lightroom esetén, ez hogyan működik. Itt van egy fotó, egy róv kép, amit készítettem másfél hettel ezelőtt Lekának a testvérének a kölykei, és néhány fotót elmentem és készítettem a, a picikről. Itt van egy fotó, megnyomom a forgóvezérlőt és különböző opciókat találok itt, ami ugye a csúcsfények, az árnyékok, a feketék, az expozíció, a kontrasztot és még a fehér egyensúlyt is tudom állítani. Tehát, hogyha táspadról akarni dolgozni, és ugye hát egyesével kellene ugye ezeket így végigállítani, akkor az így hát, eléggé kényelmetlen, míg az ember megtalálja egyébként ugye ezt a kis vízcseppet, hogy húzza, tehát hogy nagyon finom mozdulatok kellenek hozzá, viszont a diállal, a forgó vezérlővel itt tudom állítani a fehér egyensúlyt, és látszik, hogy itt is változik, és ugye a, a forgatással tudom növelni vagy csökkenteni, a kontrasztot is ugyanúgy tudom csökkenteni vagy ö, emelni, és ezeket teljesen személyre tudom egyébként szabni, az árnyékokat is, hogy jobban, lá, jobban látszódjon kicsit a a szőrzete, a csúcsfényeket azt mondom, kicsit visszaveszem, vagy éppen rádok, azt mondom, hogy le is okézom, és így lehet az összes funkciót, amit éppen szeretnétek és sűrűn használtok, beprogramozni a vezérlőtárcsára. Én nagyon az egérhez szoktam, tehát nekem olyan egerem van, való itt is van, de most nem látom, hogy amikor fogom, jobb oldalán vannak a gombok, és ugyanezek, amik mondjuk a visszavonás, vagy éppen olyan funkciók, amit photoshop sűrűn használok, az egy gombnyomásra egyébként nekem itt is van. Szerintem akkor jön ez nagyon jól, hogyha valaki társpéddel dolgozik, nincs hozzá szokva az egérhez, nem akar magával vinni, vagy nem annyira egeres, akkor szerintem, aki társadalmat dolgozik, az a, annak a forgóvezérlő egyébként az nagyon jó, de még így is sokkal kényelmesebb amúgy talán kidolgozni a fotókat, mint hogy én egérrel egyébként húzgáljam, csak hát PC-hez biztos van valami kiegészítés is, de laptopon szerintem ez a mechanikus amúgy tök jól tud jönni. De hát a laptopot szeretnétek magatoknak, vagy éppen PC-t munkára, akkor mind a kettőnek vannak előnyei és hátrányai is. Nyilván a laptopnak nem kérdés, hogy mi a legnagyobb előnye, a szállíthatóság. Tehát egy ekkora kis eszközt, egy nagy PC-hez képest ekkora kis eszközt elvisztek bárhol magatokkal, bárhova le tudtok ülni, felcsapni a laptopot, és már is ott van mindenetek, és tudtok dolgozni. Nekem főleg akkor jön ez jól, amikor mondjuk valamilyen, nem mondom, problémával küzdő, valamilyen problémát szeretnék megoldani a vállalkozásomban, mondjuk valami új ötletet szeretnék kidolgozni, vagy valamint szeretnék fejleszteni, akkor számomra nagyon jól jön, hogy az otthoni környezetből kicsit ki tudok mozdulni. Nagyon szeretek otthon is lenni, nagyon szeretek otthon dolgozni, viszont néhány, úgy, mivel megszokott a környezet, sokszor megszokott megoldások és megszokott ötletek is jönnek ezzel Párhuzamosan viszont, ha egy új környezetbe igyekszem kitalálni a problémáimra a megoldást a vállalkozásom, akkor úgy érzem, hogy néha új perspektívákat találok, és könnyebben, gyorsabban és gördülékenyebben tudom megoldani ezeket. Tehát a laptopnak az egyik legnagyobb előnye, hát nem kérdés, hogy a szállíthatóság, mert hát PC-vel egy helyre be vagytok úgymond szorulva, vihetitek magatokkal nyilván a PC-t, de hát az, az, nyilván nem annyira vállalható. Szóval a laptop esetén, ha megfelelő teljesítmény van, akkor bárhova tudtok egyébként menni. Viszont azért az éremnek két oldala van, ha például a konfigurációt nézzük, akkor azt meg kell hagyni, hogy a laptopban, meg mondjuk PC-ben, ugye az a konfiguráció a laptop esetén sokkal drágább lesz. Tehát egy PC esetén sokkal könnyebben tudjátok variálni, sokkal könnyebben tudjátok fejleszteni. A laptop az inkább egy ilyen fix, összetettebb, ready to use kategória, a PC-t pedig hát sokszor magatok válogatjátok össze, magatok tudtok fejleszteni egy-egy egységet, ha úgy gondoljátok, hogy az kicsit már és mondjam, nem nyújt olyan teljesítményt, mint azt egyébként szeretnétek. A laptopnál azért laptop függvénye de azért nem annyira könnyen variálható, és szeretnétek bele több ramót, vagy egy videokártyát, vagy egy új procit, az nem feltétlenül annyira kézenfekvő, mint mondjuk a PC-nél, hogy igazából egyszerűen csak ki tudjátok cserélni, és a jó esetben ko konta, sosem tudom kimondani ezt a szót. Hogy kell kimondani? Szóval, ha passzol a kettő egymáshoz, akkor könnyedén tudjátok akár magatok is cserélni, hát viszont laptopnál ez nem ennyire egyszerű. Itt van még a tárhely kérdése is, ami kicsit megint a PC usereknek kedvez, mivel egy PC esetén nagyon egyszerűen lehet egy új HDD-t vásárolni, satán az bekötni, ha a gépház egyébként ezt így megengedi, van benne hely, viszont a laptop esetén azért általában egy kész konfigurációt kapunk, általában egy SSD plusz egy, egy standard HDD, ahol van a nagyobb tárhely, az SSD az pedig úgy csak az op rendszernek és a programoknak fenntartva, amit azért eléggé nehezen lehet upgrade elni de erre is van megoldás, mondjuk például egy NAS, és ha van az embernek, vagy a fotósnak egy nas akkor nem is annyira probléma, hogy nincsen 10-20 terabájt tárhely magában a laptopban. És hát nekünk fotósoknak és videósoknak nagyon fontos, hogy mégis milyen kijelzővel jár a laptop. OLED a kijelző, ami annyira nem megszokott, főleg amikor láthatok mondjuk olyan ö, tévét, aminek ívelt a képernyő, az ő esélye OLED, mivel hajlított és fel lehet vinni, és az OLED-nek olyan a technológia, hogy sokkal vékonyabb lesz ezáltal maga a kijelző. Ha oldalról megnézitek magát a kijelzőt, akkor eléggé vékony. A színlefedettsége az pedig DCI P3-as os lefedettsége, ami hát Maradjunk abból, hogy sokkal több, mint ami nekünk egyébként kell. A fényerej 550 nit, ami azt jelenti, hogy eléggé világos környezetben is jól fogjátok tudni látni a képernyőt. Most ha nagyjából egy fotómat megnyitom, akkor látjátok, most kim vagyunk reggel ilyen 10 óra fele, süt a nap, felhőzet van bár fölöttünk, de azért viszonylag világos van, és azért szépen lehet látni a felületét. Viszont amit láttok, az, hogy viszonylag tükröződik. Nem tudom, mi miatt van, valószínűleg UV-szűrő van, arra tippelek magán a kijelzőn, mivel az OLED az nagyon érzékeny az UV-fényekre, és könnyen deep pixel tud okozni egy, mondjuk egy, egy lézer, és az UV-fény hatására sérült a képen. Én azt gyanítom egyébként, hogy ez egy UV-szűrő itt a monitoron rajta, és ami még fontos, hogy nagyon energiahatékony is az OLED, főleg azért, mert a fekete pixeleket, ahol igazából nincs információ, mint egy fotó, ahol be van bukva, ott kikapcsolja, azt a pixelt, ezáltal nem használott energiát. A stúdióbukot a hardveres felszereltség alapján nyugodt szívvel hívhatjuk munkállomásnak, és egy munkállomásnak nem lesz egyébként olcsó az ára se, de hát most a fotózásban mondjatok nekem egy olyat, ami kimondottan olcsó lenne, egy ávány, egy objektív, egy váz, minden drága, ez már hozzá vagyunk, egy fotósok, videósok szokva. Tehát a stúdióbuk esetében attól függ, hogy milyen felszereltséggel kerítek, ez az 1 millió forint, és kicsit az a feletti összeget is elér egyébként az ára, attól függ, melyiket szeretnétek. A VivoBook, a kisebb, az pedig ilyen 500 ezer forint környékén mozog. Ugye ez a videó nem arról szól, ahogy az elején is elmondtam, hogy specifikációkat felolvassak nektek, hogy mennyire pontosan milyen processzor, stb. stb. A leírásban van több link is, eléritek ezeket pontosan, és böngészítek egyébként. Tehát itt a két és fél hét Hollandia út alatt arra voltam kíváncsi, hogy használva milyen a laptop. Például mondjuk egy billentyűzetben, amikor egy e-mailt írok, milyen a visszajelzése a Melnikának, hogy, hogy jó vagy nem feltétlenül érzem, hogy megnyomtam azt a billentyűt, és érzem egyébként, hogy tök szuper. A billentyűzetnek a háttérvilágítás is elég erős, eléggé könnyű kezelhető. A társpadnak a mérete, a forgóvezérlő, annak a visszajelzése, a táspad alatti nagy gombok, ezek mind olyan funkciók és mind olyan, olyan specifikációk, amik csak akkor jönnek ki, amikor az ember tényleg használja kettő vagy éppen három hétig. A mérete könnyedén lecsukható, minden <laughs> lett könnyedén lecsukható, a mérete, méretével is amúgy tök jól megbarátkoztam. 2,8 kg, ha jól emlékszem, pontosan ez a típus, amit egyébként könnyedén tudok most már magammal is vinni. Közben hazajöttünk Hollandiából, és ilyen gyorsan sikerült elmenjek még fodrászhoz is, és hát mi legyen a videónak a konklúziója, hogy most akkor laptop vagy PC. Döntsétek el ti magatok, nekem van PC-m is, és van laptopom is, de inkább a pc marad nekem a munkámnak a java része, és a laptopot inkább ötletelésre fogom használni, nem feltétlenül munkálom másként. Persze a nagyon hosszú időt, mondjuk két-három vagy akár több hónapot is külföldön lennénk, akkor lehet elgondolkodni egy nagyon komoly konfiguráció, mert külföldön kell dolgozok, vagy adnak a fotósnak, aki sokkal többet szeretne helyszínen dolgozni, és mindig máshol szeretné a képeit kidolgozni, akkor neki nyilván laptop, ami, ami megfelelő. Ha szeretnétek többet tudni ezekről a laptopokról, akkor a leírásban találtak több linket, ha bármi kérdésetek vagy kiegészíteni valótok van, akkor pedig a komment szekciót bátran használjátok. Sziasztok!